Ő itt V. János, a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatója, aki gyerekeket erőszakolt meg. Ő pedig K. Endre, aki V. János helyettese volt. Ő vette rá fenyegetésekkel, zsarolással a megerőszakolt gyermekeket, hogy hamisan tanúskodjanak, és védjék meg János bácsit. Azonban a Bicskei Gyermekotthon két nevelője 2011-ben jelentést tett a fideszes főpolgármester Tarlós István hivatalában a gyermekek szexuális bántalmazásáról. A jelentés azon a főosztályon landolt, amit akkor Pölöskei Gábor névezetett. Ő azonban nem függesztette fel a pedofil igazgatót, de vajon miért? Pölöskeiné ugyanis Áder János akkori köztársasági elnök húga. Áder János pedig Orbán Viktor egyik legrégebbi alárendeltje, aki bármilyen törvényt aláírt a miniszterelnök parancsára. Tehát Áderen keresztül Orbánnak tudnia kellett a bicskei esetekről. Mégsem történt semmi 5 éven keresztül.